nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Mielőtt ebbe az egészbe belekezdünk, és egy nagyon, nagyon masszív kis este elé nézünk én szerintem, engedjék meg, hogy beszéljek arról a pár emberről, akinek köszönhetően mi itt vagyunk, és tulajdonképpen szégyellem is magam, hogy soha egyetlen egyszer nem hoztam még szóba. Nem hoztam még szóba, mint házigazda, szóval hagyj emeljem ki a Magyar Hang munkatársait, a főszerkesztőt és helyettesét. Akik elképesztő munkát végeznek, és olyan körülmények között, ami a szintiszta újságírás. Reklám nélkül, kormányzati támogatás nélkül, simán csak szürkállománnyal, meg egy kis gógyival, szóval le a kalappal előttük ők a Magyar Hang még egyszer, ha egy tapsot megérdemelnek. Egyébként többen részt vesznek itt az újság létrehozásában. Hát akkor add mutassam be, bár azt hiszem nem kell a munkatársakat, Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Dévényi István. Konok Péter. Jó estét kívánok. És Puzsé Róbert. Jó estét. Én az utóbbi időben, nagyjából a Magyar Gárda óta, tartózkodom a túlzottan erős jelzőktől, de hát azért ma fölfordult a gyomrom. Tehát nyilván önök is, meg sokan önök közültán voltak is egyik vagy másik gyűlésen. Szóval amit ma Orbán Viktor, hát idézőben szóval rendezett, attól tényleg fölfordul az ember gyomra. Tehát 12 év kormányzás után, amiből azt hiszem 9 év kétharmad volt, még mindig csatába szólítja a saját népét, például Brüsszel ellen, akiktől egyébként a pénzt kapják és ellopják, azoktól, akik ott állnak a színpad előtt, de azok abból semmit nem vesznek észre, hanem gyűlölik azokat, akik tőlük 2 kilométerre gyűlést tartanak, és például ilyen mondatok hangzanak el az ő szeretett vezérük szájából, ezek vagyunk mi konkrétan, hogy most nem fegyverekkel, hanem a Facebookkal harcolnak. Tehát konkrétan ez az üzenet nagyjából azt jelenti, hogy mi vagyunk a jelenkor ávósai. Egyébként szerintem pénzbe akarják folytani a Facebookot, mert az előválasztási kampányban a Fidesz költötte a legtöbbet. Tehát hogy nem is tudom, hogy mit akarnak elérni, hogy túl felmenjen a részvényeknek az árfolyama. És ők így harcolnak, ez a szabadságharc fegyverneme. Igen, igen. Na, föl se teszem a kérdést, mert már kérdés nélkül is mondjátok, de akkor gyerünk, gyerekek, lendüljetek bele. Hát nyilván mindenki olvasta, amiket Orbán Viktor mondott, amit Márki-Zay Péter mondott, vagy az egyéb felszólalók. Mi a véleményetek? Én nem voltam egyiken sem, viszont megnéztem mind a kettőt. Mondjuk az egyik dolog, ami nekem feltűnt, tényleg az embernek észnél kell lenni, hogy hagyja az agyát manipulálni. Mondjuk akkor egy szomorú ténnyel, akik talán ott voltak, annyira nem érzékelhették, most túl azon, hogy szomorú tény is, hogy a magyar miniszterelnök most milyen irányt szab a hazának. Egy szomorú tényt tudomásul kellett vennem, nehezen vettem tudomásul, de néztem az adást. És ott a nagy totálokon elég jól kiderült, hogy ugyan volt, tényleg voltak fiatalok. De ennyi elfogultságom, hagyd legyen a saját nemzedékemmel és generációmmal kapcsolatban, hogy egyszerűen el vagyok képedve. Voltak erre már jelek, hogy az én korosztályom volt ott zömében. Tehát a nyuggerek, akiket úgy szeretnek a fiatalok, akik azt hiszik, hogy ők nem lesznek hamarosan nyuggerek. Amikor annyi idős voltam, mint ők, én azt hittem, hogy én se leszek nyugger. Sőt, még 2018-ban is azt hittem, még csak akkor tudtam meg, hogy nyugger vagyok, amikor kirúgtak a Hír TV-től, és szóltak a kollégák, hogy nyugdíjas vagy Sándor. Na mindegy. Rengetegen voltak, és én ezzel azért úgy föl vagyok akadva totálisan, mert azért elég sok minden átment ez a nemzedék is, mint minden nemzedék természetesen, nem ennek a nemzedéknek a specialitása. De hogy ekkora sekhülyék vagyunk 50-60 éves korunkra, ez engem őszintén szóval megdöbbent, hiszen megéltük ezt a 30 évet, rendszerváltás. Ilyen pasit már láttunk.
És amúgy meg tényleg olyan toposzokkal, meg olyan retorikával él mély átéléssel, és olyan irányt szab az országnak, ami egy újabb és újabb, mondjuk így, hogy Trianonhoz, vagy akármihez vezet. Tehát ennek ez lesz a vége. Tehát, hogy vissza tudja vinni, bár miután a fiatalok nem voltak azért annyian, mint amennyit gondoltam, és akkor befejezem, nagy valószínűséggel azért lehet abban remény, csak az a baj, hogy már bocsánat, ez a szubjektív megérzés, ugyanakkor az én életemben ez már nem fog megváltozni. És ez kurva szar. Bocsánat. Nagyon szar, azt akartam mondani, Sanyi. Nem tudom, nekem az volt, hogy a legérdekesebb benne. Próbáltam így avval a szemmel figyelni, elsődlegesen az Orbán beszédet, meg ezt az egész menetet. Hogy ez hogyan kötődik 56-hoz, meg október 23-hoz, meg egyáltalán annak, amit emlékezett politikának hívnak, és amit nagyjából tudjuk, hogy a NER hogy használ, illetve tudjuk, hogy általában ezt hogy szokás használni. És persze prekoncepcióm volt, de hogy néztem Orbánt, hogy hallgattam, amit mond, ez az 1957. május 1-én triumfáló Marosán elvtárs beszéde volt egy kicsit átalakítva, mert az üzenet benne, az a győztünk, de mégis mindig minket bántanak, újabb harcokra kell nekünk itt magunkat gerjeszteni. Ez már a forradalom leverése. Ugyan itt nem volt most forradalom, de hát az országot leverték, ellopják, kiárusítják, stb. Stb. És amit marhára nem bír az Orbán rendszer, amit marhára nem bír a NER, az mindenféle ilyen rebellió, engedetlenség, probléma. Egyáltalán az az egész, ami így általában, amit ünnepelni szoktunk úgymond 56-ba, meg amit ünnepeltünk 1848-49-ben, mármint, hogy amikor szerencsétlen gyerekek kimennek és unalmas beszédeket mondanak, mert egyrészt Marosán elvtárs könyökölt ki tényleg a kiszemle az Orbán nagy pofáján, másrészt pedig, ami nekem ilyen nagyon-nagyon szomorú, meg állandóan, nem, iszonyú kínos dolgok voltak ezek, elég könnyen tanultam verset általános iskolás koromban, ezért mindig szavalnom kellett ezeken az ünnepélyeken. És az volt a lényeg, hogy jó hangosan, Péter, jó én is szavaló ember. Belekiabálni arccal a vasút felé, meg mit tudom, hogy minden, eljött a Vörös Isten, azt rettentően imádtam például. Állandóan, és hogy így, tehát ez a szekunder, részben szekunder szégyent éreztem, hogy ezt az egész show műsort néztem, részben meg ezek a saját gyerekkori görcseim, az iskolában ott állok, izzadok, ott rengeteg ilyen úttörő nyakkendős alak, szigorú tanárnénik, valahol hátul a szüleim próbálnak vigyorogni, de hát az arcukra fogy a vigyor, és akkor én ott kiállok és izzadok. Nem biztos, hogy így nem egyébként Orbán Viktor. Én őszintén remélem, hogy ő is azt érzi, amikor felcsúton kapott két nyaklevest a izőtől a apukát, hogy már pedig megtanulod gyerekem ezt a izére az úttörő gyűlésre, ezt a versikét, és el fogod szavalni. Hát most szavalt megint, és hát szar volt, igen, nagyon szar. Azt a verset mondtad, Péter, annak idején, hogy avatásom napja jött, dobog a szívem, zászló lobog felettem, mondom a nevem. Nem, hála jó Istennek, ezt nem. Nem. Akkor nem is voltál igazi vers mondva. Nem, mindig, nekem ez mindig ilyen volt, Tóth Árpád, meg Adi, meg hasonlókat kellett nekünk, József Attilát kellett. Úristen, én nem a verseken múlt, szar volt szavalni így. Tehát tök mindegy, milyen volt a vers. Na de most nem a saját gyerekkori... Tudom a többi, verszakot is. Álmomból fölkeltenek, és ott áll mellettem, a jobbomon egy rendőr géppisztolyjal, a balomon egy munkásőr, és Dévényi István kispajtás mondja, avatásom napja jött. Na, Robi, te jött, bocsánat. Ez alatt a 10 év alatt, ez most már lassan 12, hogy Orbán Viktor teljhatalommal vezeti Magyarországot. Tapasztaltunk bármiféle változást, vagy bármiféle különös vonást bármelyik beszédében? Változott itt bármi? Ugyanarról a nemzeti radikalizmusáról számol be, minden egyes alkalommal akárhányszor megszólal, ő mindig szabadságharcot vív, ő mindig a szerencsétlen, kicsi, elnyomott magyar ember, akit a globális háttérhatalmak hányatnak, vetnek, űznek, az ő teljhatalmáról, meg a nemzetközi hálózatban betöltött nagyon fontos szerepéről sosem esik szó. Mert az lehet, hogy ő nem a liberális nemzetközi hálózatnak a tagja, hanem az illiberálisé. Hát ez egy másik, de nem kevésbé nemzetközi. Én nem látom be, hogy mi ezen a nemzeti. Törökország, Oroszország, Kínai Népköztársaság,
Fülöp-szigetek, Brazília, most azokat az országokat mondom, ahol hasonló nemzeti radikális vagy illiberális kormányzatok vezetik az államot. Vagy fehér Oroszország akár példaként. Tehát, hogy ez mennyiben nemzeti? Miért is az? Miért nemzeti Oroszországgal, meg Kínával szövetkezni? Törökországgal szövetkezni? Ez mennyiben nemzetibb? Ez nem nemzetközi? Ugye a neoliberális világrend oszlopa Orbán Viktor, mert ő neki tőről metszett neoliberális gazdaságpolitikája van, aki kiszolgálja a német multikat, az a filléres, de relatíve jól képzett magyar munkaerővel, illetve hát azzal az egykulcsos adóval, ami hát konzerválja a leszakadóknak a helyzetét, a státuszát, a nyomorult státuszát Magyarországon. A neoliberális világrend oszlopa előadja, hogy ő föllázad a globális háttérhatalom ellen. Ugye? Tehát ez a régi nóta, amit már ismerünk, a birodalom, ami lázadónak maszkírozza magát. És ezt újra, meg újra, meg újra, meg újra be kell szopni, mert egy népmese, és hát ezekhez a népmesékhez kondicionáltak minket. Tehát amikor mi megnézünk akár egy reality műsort, megnézünk akár egy tehetségkutató műsort, bármilyen műsort, amit egy marketing kreatív talált ki és gyártott le, ott ugyanezeket a dramaturgiákat látjuk. Tehát megvan benne a hétfejű sárkány, az ki van osztva az a szerep, ki van osztva a szerep a legkisebb királyfinak, és mindenki minden helyzetben a legkisebb királyfi szerepét veszi fel. Tehát Orbán Viktor a saját népmeséjében ő a legkisebb királyfi, és a Brüsszel a hétfejű sárkány. De aki Orbán Viktort le akarja győzni, annak is csak egy népmesét kell írnia, mert máshogy nem lehet. Az ő népmeséjében Orbán Viktor lesz a hétfejű sárkány, és kinevezi saját magát legkisebb királyfinak. És már egyáltalán nem számít a realitás, csak a népmese dramaturgiája. Az emberek ezt a népmesét akarják újra élni. Ebben tudják megérteni a világot, a történetet. Ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van ezeknek a mítoszoknak. A kollektív tudattalan mítoszainak, amelyek ott élnek bennünk, és ezekben a szereposztásokban mi ezekre a mítoszokra felfűzve értjük meg a politikát. Itt azért volt néhány, még hogyha nem is a beszédekben, de Gyurcsány Ferencnek volt ma egy Facebook bejegyzése, és ott ő megfogalmazott néhány, hát engem nagyon felháborító tézist. Hadd idézzem szó szerint. Így fogalmaz Gyurcsány Ferenc. Ma reggeli, tehát 56-os ünnepi poszt. 2006 őszén a Pesti utcán randevúzott a jogos állampolgári felháborodás, az önmagáért való erőszak és a szervezett államcsíny kísérlet. Ez valami új. Mi az, hogy jogos állampolgári felháborodás? Basszus, Robi, tudod mi van? Szerintem Gyurcsány megnézte az Elkurtuk filmet. Hát, ha csak ennyi. Nézd meg, mennyi idő, 15 év kellett a csávónak, hogy elgondolkodjon magán. De hát végül is aztán mégiscsak kiderült, hogy jogos az állampolgári felháborodás. Már csak az a kérdés, hogyha jogos az állampolgári felháborodás, miért nem mondott le a picsába? Hát ott lett volna a nagyszerű alkalom, hogy esetleg megakadályozza Orbán Viktor kétharmados országfoglalását. Most kell megtudnunk, hogy jogos volt az állampolgári felháborodás. Hát eddig arról volt szó, hogy az egy igazságbeszéd volt. Hát Gyurcsány Ferenc csak annyit mondott el, hogy itt Magyarországon a politikai osztály folyamatosan reggel, éjjel meg este hazudik. Hát végre egy szerintem félreértett, pont ezt gondolta, hogy jogos állampolgári felháborodásnak. Ő magára gondolt. Én ja, nem ő volt az, aki beszélek, a jogos jogosan felháborodott. Az állampolgár felháborodott. Meg Robi, azt se felejtsd el, hogy a Gyurcsány Ferenc reggeli posztjaira azt szokták mondani, hogy azok nem másnap születnek, hanem aznap. Na jó, de... Vicces, csak ne fájna úgy, ha röhögök. Másik idézetem ugyanebből a posztból, Gyurcsány Ferenctől. A nemes lázadás találkozott a törvénytelen
és a törvényes erőszakkal. Ez utóbbi jogszerű és jogsértő formájával egyaránt. Nemes lázadás. Bizonyára itt is magára gondol. Tehát ő... Mert... Rendőrökre, hogy levették az azonosítójelvényt, az is egyfajta nemes lázadása. Nemes lázadás. Most kell megtudnunk, hogy egy nemes lázadás zajlott Gyurcsány ellen 2006. október 23-án. És hogy ez találkozott a törvénytelen és törvényes erőszakkal, gondolom a törvénytelen erőszak az a tüntetők randalírozása, a csőcselék, igen. A törvényes erőszak az meg hát a törvényes rend, ugye is adnak őrei. Ez utóbbi jogszerű és jogsértő formájával egyaránt. Hoppá, jogsértő rendőri fellépés 2006. október 23-án. Miközben mindenkit kitüntetett másnap. Igen. Emlékeznek? Minden. Nem volt olyan rendőr, akit ne tüntettek volna. De csak a jogszerű erőszak miatt. A jogsértő miatt vissza kellett volna venni. Hát erre nem került sor. Van az, hogy részegen ne posztolj. Hát, mindig megbánja az ember. Ebben már Szanyi kapitán, meg én egyszer a születésnapomon voltam ügyeletes szerkesztő, egyedül. És jól csak sztorizi. Semmi köze a műsorhoz, mert csak sztorizi. Hát Robi nyomdokain. Csak ő komolyan veszi, meg, tehát, hogy, és akkor... Szóval, hogy én voltam az ügyeletes szerkesztő, meg a születésnapos is, és jó volt a születésnap, persze jó volt az ügyeletes szerkesztés is, és reggel ilyen remegve nyitottam fel a laptopot, hogy... És láttam, hogy jó. De azért oda kell figyelni ezekre a dolgokra nagyon. Az a baj, hogy a Gyurcsányos azt megnézi este, és most is azt fogja mondani, hogy jó. Az államcsínyről annyit, hogy ugye, hát sose titkoltam, én az első nap kivételével ott voltunk ugye végig a baráti körömmel a 2006 utcáján. Melyik halmaz voltál? Hát akkor még a nem tudom, most már összezavarodtam. Nemes felkelő. Igen, akkor még azok között voltam, akik most hazárulóznak, és itt magyar zászlóval jönnek-mennek az Andrássy úton. Na mindegy. Szóval akkor mi tényleg szerettük volna, ha államcsíny lenne. Mi tényleg szerettük volna, hogyha Orbán Viktor megjelenik, de hát nagyon jól tudjuk, hogy egy páncélozott autóval húzott az ellenkező irányba. Egyébként elment. Ami egyébként, így később felnőtt fejjel visszagondolva... Biztos, akkor mennyi volt-e? Biztos, akkor ott ilyen 50. Fiatal voltál, kellett a pénz. Mit a forradalmi hév? Tehát így visszagondolva nem volt azért annyira könnyű helyzetben, mert hogy a demokratikus keretek között akarja magát megválasztatni, akkor mégse léphetett föl. Orbán Viktor nagyon szereti a demokratikus kereteket, az mindig nagyon aggasztja őt. Éppen úgy, mint Gyurcsány Ferencet egyébként. Alapjogokért központ. Egyébként a mai beszédének ez volt az egyik mulatságos eleme, mert Orbán Viktor beszélt arról, hogy ő akkor mit csinált. Hát BMW-ről szó nem volt, megmenekülésről. Ő volt a felkelő nép vezére, ez már nem viccelek, hosszú perceken keresztül. Barom jó. Azért lettem jobbikos, mert nem volt a felkelő nép vezére. Ezt most halálkomolyan mondom, Sanyi, és velem együtt több mint 1 millió ember. Azért lett jobbikos, és ez hozta létre annak hát idején akkor tévedésből a jobbikot, lett jobbikos. Mert... Jó, szóval... De ezt most kell megtudnom. Jó, értem én most szóval, ezt szóval, mert hogy nem állt oda, hát ez volt a legnagyobb bajunk jó, vele, de most tényleg. Jó, Sanyikám, értem én ezt a spét reakciót, tehát, hogy most itt ilyen megvilágosodás szerűen ismersz fel heurisztikus politikai élményeket. Sanyi, azért neked is volt egy pár megvilágosodásod. Ne. Azt azért, drága Sanyikám, szorozzuk az enyémet. Nem szorozunk semmit. Én mindig ilyenkor azt az egy kérdést szoktam föltenni, hogy mi a faszért vannak 4 évente választások miatt, nagyon lelkesednek. Tehát én amikor a Biafenénél voltam, az akkori Fidesznél, akkor sem mondtam én soha az életben, hogy én keresztény konzervatív izé vagyok. Most nem akarok már én is a saját lelkemmel foglalkozni, mert foglalkozik itt mindenki a saját lelkével is, de ezt otthon csinálja szerintem. A dolognak az a lényege, hogy azért 4 évente nem véletlenül vannak választások. Az, hogy különböző pártokra szavazok, 4 évente akár, szerintem talán nem ártana egy kicsit, többen lennénk a magyar hazában ilyenek. Na, amit akartam mondani, viszont tényleg van, egy csomó mulatságos eleme van ennek az elmúlt néhány napnak.
a filmtől kezdve, majd erre valószínűleg rá fogunk térni, de mondjuk tényleg ennek az Orbán beszédnek, és én annyiban akartam csak még hozzászólni, hogy de azt képzeljétek el, hogy ott állt több százezer ember is, amikor ezt előadta, amit te most ilyen élénken élsz meg, ott senki még csak föl se röhögött. És hosszasan taglalta, tényleg ajánlom figyelmetekbe, meg kell ezeket nézni, tehát az ember imádja David azt a buborék szót, ne ragadjon be a buborékjába. Sok százezer ember, 200-300, nem tudom hány százezer, de az nekem sok, ott állt, és ezt végighallgatta, hogy az Orbán 2006-ban a hadba állt nép képviselője és vezetője volt. Nem vicc. És annyiban nem vitatkozom a Robival, hanem hozzátenném talán, hogy egy picit mindig élesebb azért a pasi. Tehát ugyanazt mondja, abszolút pontos a diagnózis, de mindig élesebb. És annyit élesebb, többször, vagy jobban uszít? Hát jobban uszít és élesebb, igen. Most ezt szinonimaként használtam. És egyre többször konkrét, most nem a Sorosra gondolok, amit most brüsszelezéssel kapcsolatban előadott, az tényleg annak a szisztematikus és átgondolt kampánynak a része, hogy ha egyszer odáig jutunk, akkor inkább a Putyin és ha úgy tetszik a szuverének közösségéhez, csak ott nem lehet közösséghez tartozni, mert valakinek a seggéből ki kell lógni. Tehát akkor inkább Bielorusszia, és legyen ennek néhány százezer támogatója, vagy néhány millió támogatója. Én azért ebben az értelemben ezt a jelen való problémát nagyon súlyosnak gondolom. Úgyhogy, és ha jól gondolom, vagy jól számolok, akkor ha nyerni fog, azért ez a katyvasz rá fog dőlni, az állampárt is összedőlt, a nagy Szovjetunió is összedőlt, és hogyha ez a gazdaságpolitika, ez a pénzügypolitika, ez a neoliberális politika, meg mondjuk a német múltlik is, ugye itt van az egész autóipari átrendeződés, most nem ragozom, a fejünkre esik a plafon, akkor nagyon szabadságharcolni fogunk ám, és hát az ellenségek, hogy is mondjam, konkrét ellenségé fognak válni. Úgy Brüsszel, mint mi. Egyébként én egy kicsit valahogy így képzelem ennek az egésznek a végét. Ott van egy ilyen nagy gyűlés, ahol az Orbán mondja mondjuk ezt, hogy ő volt a vezére ennek a felkelésnek. Mit tenni? És nénik nyomják a telefonon a tízeseket az IMDb-re, és akkor egyszer csak az egyik elkezd röhögni, és a másik is elkezd, és 250 ezer ember elkezd röhögni, hogy mesztelen a király. Látod? Talán így fog, az szép lenne. Péter, te az anarchista, idealista vagy. Lehet, hogy ilyen lesz, és ez a pillanat el fog jönni, sőt, ebben én is majdnem biztos vagyok, nem biztos, hogy a röhögés formájában, de hogy leverni, tehát, hogy mondjam, az erőszaknak bármely szükséges eszközét föl fogja használni, akkor, amikor mi nekiállunk röhögni, abban én halálbiztos vagyok. Az a baj, hogy nem tudom hány éve csináljuk ezt a műsort, meg az elődjét, de hogy még elején, amikor Sándor mondta, hogy úgyse élem meg, akkor én még olyan viszonylag fiatalként, hogy és akkor jönnek a négy évek, mindig, és jönnek a négy évek, majd megint jön egy négy év, és megint jön egy... Ahol mindig a szopóágon vagyunk. Szívás, ez, mert nem mi szopóágon vagyunk, hát persze mi is, de hogy így a társadalom is ott van, meg a jövő is ott van, meg nem tudom, a jövő lehet-e szopóágon. Még sok idő van, te még annyi idős sem vagy, mint a pörzs, amikor belépett. Ez az, hogy mindig ezt mondjuk, csak most már egyre kevesebb az előttem levő idő. De hogy csak annyit, hogy ja, közben eszembe jutott a kisdobos avatóvers vége, de azt nem mondom el, hogy a folyosón, hogyha valakit érdekel műsor után elszavalom. Jó lenne. Azért sztorizgatok, mert szerintem most már átment nevetségesbe ez az egész, ami itt velünk történik. De tényleg már nagyon nehéz komolyan felháborodni. Nagyon nehéz. Nekem sikerül. Nem tudom, nekem kurvára nem nehéz. Nehezen sikerül. Egyre nehezebben. Ugyanakkor nem tetszik az a szereposztás, amit itt kaptunk a műsorban, hogy Sanyi megnézte az Elkurtukat, én is megnéztem az Elkurtukat, Konok nem nézi meg az Elkurtukat, viszont ő megkapta megkapta Ákos könyvét, elolvasta, és azt hiszi, hogy ezzel le van tudva minden, és akkor én meg menjek el békemenetre is, meg mit tudom én. Na mert én ma reggel ugye a két farkú kutyapártnál kezdtem, 12 órakor az Oktogonon, és végig aztán átmentem a hamisított békemenetre, mármint a kutyapárt szerint. Ott is meneteltem egy darabig, de Orbán már nem vártam meg, mert akkor nem értem volna ugye az ellenzéki nagy demonstrációra, ahol olyan 3-4 busznyi ember, mármint béke menet busznyi ember gyűlt össze. De és Pisti, enni ettél? Pisilni voltál?
Pisi, meséld el, az intim részletekre is kíváncsi vagyok. Kettő zsemlét tudtam csak azért is, ebben a nagy rohanásban. Fél nap alatt akkora politikai karriert futottál be, meg váltások, amit a Sanyinak 10 év kellett hozzá. Hát ilyen az élet. De hogy az az igazság, hogy a békemenet elképesztően profin volt megszervezve. De tényleg. Tehát, hogy én szembe mentem a menettel, mert az az igazi. És hogy néztem a stációkat. És kiabálta, hogy háborút. És nagyon jó jelenetek voltak. Például itt hallgatom, hátam mögött egy fiatal lány így a telefonban így üvöltözik a barátjával, hogy de itt vagyok a vízágyunál. Mert ki volt rakva az a vízágyú, az a bizonyos vízágyú, ami 2006-ban is. Ki volt rakva ez a szabadság felirat. Minden egyes ponton, ahol egy kicsit úgy megtorpan a tömeg, ott volt egy hatalmas kivetítő, ahol a 2006-os rendőri visszaéléseknek, az erőszaknak a képeit folyamatosan vetítették. Újra és újra, de pont annyi időre, amíg ott áthalad a menet, akkor pont a vaszilegyeni. És iszonyú nagy tömeg volt. Én nem tudom, mennyien voltak, én nem tudok tömeget becsülni. Ez nem igaz, mert a ellenzéki demonstrációnak sikerült megbecsülni a tömeget. Hát sikerült megszámolni a tömeget tulajdonképpen. De hogy elképesztő tömeg volt, tényleg. És abban igazad van, Sanyi, hogy nagyon sok volt az idős ember, valóban, de azért voltak fiatalok is, és az egésznek a szervezettséget. Azt képzeljék el, mert én aztán Orbán Viktort már nem hallgattam meg, mert pont azért, hogy újra és újra minek, hanem elkezdtem körbejárni a rendezvényt. Az összes utca le volt zárva, ilyen 3-4 mellék utcányira az Erzsébet tér körül. De a fő utak is, tehát a Bajcsi-Zsilinszky út is, meg az Andrássy út is. Ott parkoltatták a buszokat. De olyan volt, mint egy ilyen végtelen történet. Tehát majdnem a keleti pályaudvarig ért a Rákóczi úton a 4 sávban parkoló buszok. A Bajcsin, ott azt csinálták, hogy ilyen sré, halszálkaszerűen parkoltatták a buszokat az Erzsébet tértől a nyugati pályaudvarig. Képzeljék el azt a szervezettséget, ami emögött van. Mondjuk a fiam azt mondta, amikor ott sétálgattunk a buszok között, mondta neki, hogy ezt próbáljuk már ki, buszlabirintus. Hát ilyen nem lesz még egyszer. Ez egy soha vissza nem térő élmény. Azt mondta, hogy oké, de a végén a rendezvénynek a vidékiek hogy találják meg a saját buszukat. És ebben van kicsit valami. Olyan, mint amikor ugye az ember a lakótelep. De a szervezettség az elképesztő volt. Tehát az erődemonstráció, ami itt most megjelent, és mondom, én nem hallgattam meg az Orbán beszédet, engem az érdekelt, hogy milyenek a díszletek. És az fantasztikus volt. Nem tudom, van-e negatív fantasztikus, de ez az volt. És utána átslattyogtam aztán az ellenzéki összejövetelre, és azt hittem, hogy elsírom magam. Nem magam miatt, hanem amiatt, hogy amit ott láttam. Hogy ez a... Oké, de a pénzt azt így benne van a fejedben, hogy az egyiket mennyiből csinálták meg a másikat mennyiből? Csak amikor te tudod, hogy a Fidesz, a világ összes közpénzét... A Kádár rendszerben tankok is vonultak fel. De hogyha te tudod, hogy a Fidesz a világ összes közpénzét bele fogja tenni egy rendezvénybe, ahol tudom én, több százer ember fog hömpölyögni az utcákon, akkor nem hívsz össze egy-két nappal október 23-a előtt egy olyan rendezvényt, aminek nem tudod megmondani a pontos időpontját, meg a helyszínét. Ja, most az ellenzékre gondolsz. Persze. Hát ez egy hülyeség. Hát ez mekkora taktikai hiba már? És akkor kérdezte a fiam, hogy a közmédiában vajon, mert mondtam neki, hogy majd úgy nézze aztán este a híradót, hogy neki most ugye az összes rendezvényről van közvetlen élménye. Mondom, ez a legjobb, hidd el nekem. És majd nézd meg este a híradót, hogy mi az, amit a média közvetít, és vesd össze azzal, amit te láttál élőben. És mondta, hogy de hát a közmédia fog a összeellenzéki izéről tudósítani. Mondtam, ott nem fog. És amikor igen, és amikor elmentük, és láttuk, hogy 500 ember van 10 perccel a kezdés előtt, akkor mondtam neki, hogy fog. Oda fogja tenni a hömpölygő tömeggel szembe ezt a maroknyi embercsoportot, és még a nagyon nem is lehet hibáztatni. Sok mindenért lett, de ezért aztán nem annyira. Szóval ilyen hibát hogy a francba tud elkövetni az ellenzék? Tehát mi szükség volt erre a szárnyaszeget meg a demonstrációra? Tényleg nem értem. És tudom, hogy nem ezen fog múlni a következő választás, csak azért egy kicsit mégis az volt bennem, ahogy néztem ezt a maroknyi tömeget, amelynek én magam is fontos eleme voltam, mert ugye egy ilyen tömegben, hogyha plusz egy ember van, az már számít. És akkor azon gondolkodtam, hogy oké, persze, de hogy nem megint az van, hogy a pártok rábízzák a polgára, hogy végezz el a melót. Menjél, szavazzál, legyél lelkes, vegyél részt, legyél szavazatszámláló, és hol a púbánatban vannak a pártok, amikor összehoznak egy ilyen szerencsétlen akármit. Én azért vagyok itt, hogy kellően gyurcsányozva legyen. A Gyurcsány Ferencnek a ma reggeli posztjában, még mindig itt tartok,
Hosszú volt az apaszt. A Pista meg még mindig a kisdobos versnél. Tehát... A Gyurcsány Ferenc fel van háborodva, hogy itt 1956 az asszociatív viszonyba került 2006-tal, és hogy itt már a Révész Máriusz már Mansfeld Péternek van maszkírozva, hogy itt már a 56-os forradalmárok, azok össze vannak tévesztve a 2006-os hát pártütőkkel, vagy pucsistákkal, de ezt nem voltam muszáj megrendeznie Gyurcsány Ferencnek 2006. október 23-án. Senki nem kényszerítette arra, hogy az összes létező orgánumon keresztül hívja utcára az embereket ünnepelni 56 helyszínen, Budapest 56 helyszínén, majd személyesen utasítsa a rendőrkapitányt arra, ami aznap történt. Mert ő büszkén, önérzetesen megvallotta, hogy ő egész nap személyes kapcsolatban állt a rendőrkapitánnyal, és ő adta ki az utasításokat. Hát, hogy most az, hogy ő ott eljátszotta, előadta a mini Rákosit, kicsiben. És most ennek a következménye az, hogy az, amit ő rendezett, az asszociatív viszonyba került azzal, amit 1956-ban rendezett a Vörös Hadsereg, hát erre őt nem kötelezte senki. Egyáltalán senki. Amit pedig itt a Sándor az imént mondott, hogy erőszakhoz fog végül folyamodni Orbán Viktor. A fizikai erőszak mindig visszaüt arra, aki elköveti. Éppen ezért azt gondolom, hát ezt egyébként látjuk, hogy a Gyurcsány által 2006-ban elkövetett fizikai erőszak 2010-re egy kétharmados fülkeforradalmat kamatozott Orbán Viktornak. Oké, és Pinochet? Én azt hiszem, hogy törvényszerű, hogy így vagy úgy, előbb vagy utóbb a fizikai erőszak az hogy olyan erkölcsi tőkét termel a másik oldalon. Ja, ez igaz. Na most én azt gondolom, hogy pont ezért a gyengék fegyvere a fizikai erőszak. Hát amikor már nincsenek egyéb eszközeid, akkor nyúlsz a fizikai erőszakhoz. És ezért gondolom azt, ellentétben veled, hogy Orbán Viktor annyira erős, Orbán Viktornak annyi eszköze van, hogy ez, hogy fizikai erőszak, ez az utolsó utáni terve. Mondjuk úgy, hogy ez az Y-terve. És előtte ott az egész ABC. És jelenleg az A-terve meg a B-terve versenyez, és akkor ha ezek a tervek mondjuk befutcsolnak, akkor ott van a C, meg a D, meg az E. Orbán Viktor nagyon-nagyon-nagyon messze van attól. Nagyon is közjogilag, nagyon is meg a média uralásának a vonatkozásában nagyon-nagyon is bebetonozta magát, és nagyon sok eszközzel rendelkezik. Soha napján fog erőszakhoz folyamodni, mert nem lesz rászorulva. Meg le is dőlne ez a cölöp ledőlne, hogy a Gyurcsányék lőtték a magyar polgárokat Fidesz idején, meg nem volt ilyen. Igen, nem lehet ezt hagyni. Fidesz tulajdonképpen csomószor folyamodhatott volna már az elmúlt pár évben fizikai erőszakhoz, mondjuk ott volt nem tévészékház, hanem most itt a 17-es történet, ők nagyon-nagyon diszkréten csinálták. Tehát nem kapkodták el úgy, mint a Gyurcsány. A Gyurcsánynak sem, ebben teljesen egyetértek veled, abban a szituációban nem lett volna szükség ilyen léptékű fizikai erőszakra. Maximum annyira, mint amit az Orbánék ilyenkor előadnak, hogy egy-két embert kiszednek. A tömegből ismerik, hogy megy ez a történet. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a fizikai erőszak, és erre számos történelmi példa van, az nem úgy jön, hogy a politikusok B, meg C, meg D terveiben van. Valahol ott van persze, hogy az az ultima ráció, ugye a királyok végső érve az az ágyú, de mégiscsak arról van szó, hogy a fizikai erőszak nem onnan jön, nem a politika szférájából jön, hanem az úgynevezett nép, vagy tömegek, vagy elnyomottak, vagy mit ébrednek valahogy. Vagy elkezdenek röhögni, vagy elkezdenek örjöngeni, és akkor viszont leszedették a megkülönböztető jelzést. Leszokták. Felszólítja a fegyveres erőket az erőszakra. De tudod, mikor történt az első? Ez szerintem tök izgalmas. 68-ban, Chicagóban, amikor a Demokrata Párti konvenció előtt iszonyú nagy tüntetések zajlottak. Két dolog történt. Akkor jelent meg ez az Egész Világ Figyel
ugye akkor kapták a tévések a legnagyobb verést, és akkor közvetítettek először egyenesbe olyat, hogy irdatlan rendőrtömeg szecskáz amerikai állampolgárokat. Valamint az volt az első ilyen tömeges és feljegyzett eset, amikor Chicago polgármestere leszedette az azonosító jelzést a rendőrökkel, pont azért, hogy ugye mivel az egész világ figyelhet, ne lássák már, hogy kicsodák vagyunk. Úgyhogy vannak ennek előképei, de mondom, a fizikai erőszak ilyen értelemben nem kiszámítható. Mennek föl az árak, hideg lesz az idő, bármi. A Rendőr Akadémia című film biztos mindenkinek meg volt, mert ordinári nagy fasság. Abban van az, hogy valaki eszik a gettóban egy azért almát, eldobja az almacsutka valakit fejbe kúr, és 5 perc múlva lángban áll a város. Jó, az a helyzet, hogy felőlem hívhatjuk ezt Y-nak is, nem vitatkozom én ebben a tekintetben veled, meg egyáltalán az a helyzet, hogy valószínűleg néhány, ha múltban, különösképpen talán többen, diktátor fejében volt az agyilag felfogva, hogy akár az erőszakhoz is fordulok, a túlnyomó többsége egy kicsit hasonló módon, mint a Péter, hát belekerült a helyzetbe, és van egy pillanat, amikor már nincs más eszköz, nem tervezte. Ez az egyik dolog. A másik, ha úgy tetszik, az állami erőszak kultúrája is változik. Tehát szintén 68, ma már azért Amerikában meghalnak még akár ügyetüntetők, de mondjuk az, ami annak idején Nixon érában volt, hogy a Nemzeti Gárda kimegy az egyetemre, és előveszik a Winchestert, és konkrétan sorozatot lőnek a tüntető diákokba, ez azért ma már nem annyira lehetséges. Amiből én kiindulok, és amiért ez, ha úgy tetszik, ami miatt aggódom, vagy igen, mondjuk aggódom, az, hogy ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az Orbán egy zsákutcában van. Tehát, hogyha, és miután egy dolgot tudunk róla, hogy a hatalom mindenáron. És hogy a zsákutcában van, már pedig zsákutcában van, mert mondjuk, hogyha egy olyan helyzet áll elő, ami nagy valószínűséggel elő fog állni, már hogy gazdaságilag, pénzügyileg, stb. És nem ragadom el, hogy a multiknak egy jelentős része is el fog innen húzni, különösképpen az autógyári technológiaváltás miatt. Na mindegy, mit fog csinálni? Ha neki áll konszolidálni, akkor összedől a rendszer. Hát ezt láttuk a Kádár érában is, meg a Kádár rendszerben, meg az állampárttal. Lehet, hogy annyira öreg lesz, tehát mondjuk ettől se vagyok boldog, mint Kádár, és ugye az egész dolog szétporlad, de hát akkor viszont ez elég hosszú idő. Nem zárom ki, hogy ez fog történni. Nem zárom ki. Mert amúgy egyelőre nagyon erős. Sajnos lehet, hogy ez fog történni, de érett politikusi korában józan belátás alapján konszolidálni nem fog, mert az egész struktúra szét fog alatt esni. Úgyhogy én ezt azért tartom egyrészt baromi fontosnak, mert ugye 2022 választások, most nem akarom külön idehozni, majd napirendként megtárgyalhatjuk, vagy hát azt csináltok végül is, amit akartok, hogy mi volt az ellenzéki tüntetéssel összefüggésben meg egyáltalán. De az egy tény, hogy akár kényszerből, akár belső meggyőződésből baromi fontos ez az ellenzéki szövetség, és én nagyon remélem, hogy képesek ezt mondjuk így, hogy konszolidálni, de így be is fejezem. Csak a Kádár rendszer, mondom, én azért azt alá szeretném húzni, a konszolidálódás után meg is halt meg, nem is halt meg, át is mentődött, azért ennek nagyon sok jelét láttuk, és az az bizonyos állampárt is, hát nem az MSZP-re célzok, hanem az egész politikai nomenklatúra. Jó, hát az ancien rezsim, az ancien rezsim mindig túlélte, a nagy francia forradalmat is túlélte. Hát a nyaktiló után aztán igen, hát nyaktiló. Jó, Péterem, figyelj ide, levágták a fejét a 16. Lajosnak, meg Mária Antoinettnek, de ott a halottak túlnyomó többsége azért nem az ancien rezsimből jött. Ezt nem is állítottam, nem erről beszélek, arról beszélek. Nem kalandoztatok el egy picit? Nem. Szerintem egyébként nem kalandoztunk el. Egyrészt akkor voltak a kisdobosok is, tehát így a Dévényi kalandja is ide tartoznak. Másrészt pedig szerintem ez egy baromi fontos dolog, hiszen most azért ezt látjuk ebben az új ellenzék, meg egyáltalán előválasztás, meg hasonló történetben. Ugye azért nagyon sokban szól a sztori a rendszerváltásról. És az, hogy a rendszerváltás lesz, azért nagyon sokan mondják, a szélsőjobbtól egyébként a szélsőbalig is. Hát középen a legkevesebben, hogy
ezt a rendszerváltást ezt egy kicsikét mi elsinkófáltunk, mert nem tetszettünk ugye, hogy Antal József mondta, se forradalmat nem csinálni, se számonkérést nem csinálni, se az ügynök listákat nyilvánosságra hozni, se elszámolni a privatizáció előnyeit élvezőknek azok felé, akik ugye a társadalom nagyobbik részét képezik, akik a privatizációval megszívták. Valahogy mindezt megspóroltuk, mindez elmaradt. Az Orbán rendszer ennek az egyenes következménye, uh-huh. Gyurcsány Ferencnek is, de Gyurcsány Ferenc is ennek az egyenes uh-huh. következménye, és a Robi is ennek a következménye, mert hát ő meg erről beszél. Gyurcsánynál, Gyurcsány végszóra, Gyurcsány, akkor én jövök. Tehát, reggel már ki is a rendszert, hát annyira ami egyértelmű a, volt. Ami a Gyurcsányt illeti. Állapítsuk meg, a 2006-os, 2006. október 23-a 15. évfordulóján itt és most. Miért is kellett az a rendőri erőszak akkor és ott? Miért? Mert nem volt rá szükség. Nem volt rá szükség. Hagyni lehetett volna őket randalírozni, akik tényleges fizikai erőszakot követel, vagy aki ténylegesen rongál, azt szakszerűen be lehetett volna vinni, nem kellett volna az utcán össze-vissza verni, a földön rugdalni, meg szemeket kilőni a gumilövedékkel, nem kellett volna. Nem volt rá szüksége sem Gyurcsánynak, sem a rendszerének. Miért történt hát? Miért vetette le a rendőrökről a megkülönböztető jelzést, ami jóformán felszólítása a rendőröknek az erőszakcselekményre? És nincs más magyarázat, mint az, hogy virtusból. Virtusból. Nem tartozott hozzá politikai kényszer. Azért, mert imponált neki Rákosi és Gerő. És ő is akart magának egy kicsi darabkát ebből a virtusból. Hogy milyen is az, amikor kiküldöm a fiúkat, és azok szétverik a fasiszta csőcseléket. És ezt meg kellett élnie. Meg kellett élnie, szüksége volt rá. Erre ment rá a köztársaság. Robi, csak ezt egy picit... Picit aláássa ezt az elméletet az, ami történt a televízió székháznál. Ahol ugye elől ment, amit láttunk a kamerákon keresztül, meg aki ott volt élőben, hátul meg ott álltak a készenléti rendőrök uh-huh. bevetésre kész, és nem vetették be őket. Tehát, hogy... Hagyták, hogy elessen a tévészékház, az nem az október 23. Hogy utána lehessen a rendőröknek azt mondani, hogy most történik. Akkor menjetek az utcára gyermekeim, igen, és álljatok bosszút. De meg arról okay, ne felejtsük el, hogy annak a másnapján rendezték az önkormányzati választást, amit akkor ott nagyon rezgett a léc. És az Demszky Gábornak nagyon jól jött, hogy a felgyújtott autók a kifosztott tévészékház elé bepózolhatott, és elmondhatta azt, hogy megvédjük a fővárost. Harcban állunk, de megvédjük az önök biztonságát, kedves budapestiek. És válaszul a budapestiek egészen kevéssel. Tehát mondhatjuk, hogy ezen múlt egészen kevéssel, további 4 évre újra választották a Demszky Gábor Budapest élére. Jó, tehát, Robi, gondolj már bele, hogy akkor mennyire aljas ez a történet, hogy tehát a politikai elit minden egyes résztvevője nyert rajta. Ja, Pista, ez egy rohadt állam volt, úgy van, tehát nem tudok, kereshetnék akár durvább jelzőket is meg, hogyha de, Sanyi, a Gyurcsánya. Jó, na jó, figyelj, de most fogta, nem kell keresni, fogta tényleg, ha ebbe belemegyünk, akkor döntsük el, hogy akkor a 2006-os októberről fogunk beszélni, aminek én most nem látom túl sok. Tehát szerintem én, is lépjünk de nem tovább. Lehet, de nem, de tényleg, Sanyi, ne. Ez egy ünnepnap. Jó. Na jó, a hazugság napja, igen, okay, októberről, okay. Szele Tamás, loptam, bocsánat. Tehát tényleg a hazugság napja. Döntsük el, hogy szórakozunk el, mint a Pista, és úgy dolgozza fel a mai napi élményét. Vagy előadom én itt a hattyú halálát. Tehát, vagy szerintem vagy a legjobb megoldás, üdvendőleg az lenne a legjobb megoldás, hogyha te meg én lemennénk a színpadról, és itt maradnának hárman. Nem. Jó viszont van, ne legyél már nyerő kedves. De én azért aggódom kicsit népünk és nemzetünk lelkére, és ezt halál komolyan mondom. Tehát Nem lehet halál komolyan mondani. Tudom, hogy egy kicsit általános meg minden, de egyre süllyed ez az egész társadalom, süllyed bele a gyűlöletbe. És hogyha a főnök rátesz egy lapáttal, akkor még jobban. Ez leszivárog mindenhova. Leszivárog az autós konfliktusokban, leszivárog
a hétköznapi beszédben, leszívva, mindenhova. Én nekem ez a szent meggyőződésem. És csak egyre hűl jobban, egyre jobban és jobban hűl ez az egész magyar társadalom. És óriási felelőssége van benne. Idézzétek majd a Vahont. Ja, igen, hogy nem az oroszokkal van baj, hanem... Igen, van azt mondta, hogy mindig azt hittük, hogy az oroszokkal van a baj ebben az országban, de nem az oroszokkal volt baj, hanem a magyarokkal. Jó, most elmondta egy csomó ilyen közhelyet, de egyébként persze igazak, csak tényleg olyan volt, jó, mint egy ilyen választási beszéd. De nem választási beszéd, de engem ez foglalkoztat. Most a feleségemmel, mielőtt ide jöttünk, korábban megérkeztünk, beültünk az Andrássy útra egy vendéglátóbér egységbe, és néztem a üvegen keresztül, hogy mennek az emberek magyar zászlókkal, meg mindenféle székezászlóval, székezászlóval. Furcsa érzés volt? És néztem, hogy ez is az én népem, akinek én hazáruló vagyok, miközben én kim voltam 2006 őszén. Én nyeltem a füstöt, de most ha rám néz, akkor eltorzítja a képét a gyűlölet, és csak azt tud, semmi más nem tud elképzelni, csak azt, hogy biztos, hogy a Sorostól havi összeget kapok a bankszámlámra. És ezt halálkomolyan így gondolják. Sanyikám, egy dolog, de... megnyugtathatlak. Igen. Hozzá lehet szokni, hogy utálnak. Hozzá. Nyugi. Jó, de eddig engem imádtak. Egyébként... van egy, de van, most Sanyi, lett egy Sanyi. Új néped. Új néped. Már lehet, hogy ez is tévedés. Igen, de már teljes identitázavaros vagyok. Van egy jó technika egyébként, igen. Erre ma jöttem rá a békemeneten, ahogy mentem szembe a békemenettel. Hogy lehet megúszni azt, hogy ne nézzenek rá gyűlölködve? Kurvára meg lehet úszni, ha nem ismernek, Pista. Nem, beálltam. Még nyugodtan... Ez a vonat már elment. Azért ott a... Beálltam, megláttam Szentesi Zöldi Lászlót, és beálltam mögé. És azt hitték, hogy vele vagy. Nem, mindenki vele fotózkodott, és ja. Ennyi. Tehát, hogy kell keresned egy neres figurát, és mögé állni. Én még egy mondatot a Márki-Zajról. Tudom, hogy most a Konok már megint megvádol valami kampányszerű szöveggel, de... Ezután a bevezető utat? Elmondtam ebben a műsorban többször, hogy hát a finoman szólva nem vagyok oda Márki-Zaj Pétertől, és akkor nagyon finom voltam. De ma azért volt egy jó mondata, és ezt is alá komolyan gondolom. Azt mondta, hogy a gyűlöletre nem szabad gyűlölettel válaszolni, mert az gyűlöletet szül. A gyűlöletet egyféleképpen lehet legyőzni szeretettel és összefogással. És szerintem ennek az országnak most már tényleg erre van szüksége. Egyébként elképesztő, nem, hogy a nyelv, meg a nyelvi tartalmak, most, ahogy így mondod, ugye Márki-Zajra szeretetről, persze elmondanám, hogy az Orbán szájából is ez iszonyú sokszor elhangzott, és ugye a szeretetről és az összefogásról beszél mindenki, aki egyébként valahol itt hátul a hipotalamusban, nem tudom, hogy jól mondom-e, egyébként erőszakra készül. Ez az egyik dolog, és ha már a Márki-Zajt említetted, meg az ellenzéket, én ebben az egészben most már jó ideje arzt nagyon hiányolom, és a diskurzusból is, hogy próbáljuk megérteni, vagy elmesélni, vagy legalábbis ez a történet hiányzik, hogy egyébként a közjó és a demokrácia között, a közjó szélzás értelemben vett közjó, valóságos értelemben vett közjó és a demokrácia között szignifikáns összefüggés van. Tehát ugye most, amikor a beszédeket hallottam, igazából nagyon fontos programelemeket említettek, de olyanokat, amelyek azért döntően csak, ha úgy is tetszik, az úri közönségnek fontosak. Én igazán imádom, amikor ilyen koeljószerűen beszélnek a politikusok, mert tényleg ezért tartjuk őket, hogy elmondják, hogy a szeretet jobb dolog, mint a gyűlölet. Eszterházinak van egyébként valamilyen ilyen rövid kis glosszája arról, hogy hát ki az a hülye, aki szóban a gyűlöletet magasztalná. Hát persze, hogy mindenki a szeretetről beszél. Van az egy nagyon-nagyon speciális politikusi réteg, nagyon speciális helyzetekben előhúznak a zsebekből ilyen politikusokat, akik valóban a gyűlöletről fognak kiabálni, de azért alapvetően egyébként azon röhögtem, én pont ezzel a mondattal kapcsolatban, hogy az Orbán szinte szó szerint mondta ugyanezt a beszédében, tehát így. Igen. Hát emlékezünk 2002 tavaszára, amikor a két választási forduló között, ugye először is Orbán Viktor megszólalt a TFN, az egy teljesen spontán beszéd volt, és egy hétre rá meghirdette a nemzetgyűlést a Kossuth térre, ott voltunk 2 millióan, hogyha Rákai Filip jól számolt, és annak az volt a jelszava a nemzetgyűlésnek, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Hát Márki-Zaj Péternek volt honnan meríteni a politikai frázisokat, és az is nagyszerűen hangzott, hogy Orbán Viktor ezúttal végre úgy szólította Soros Györgyöt, ahogyan régen a hőskorban, 87 és 93 között, amikor még egy akulba tartoztak,
Gyuri bácsinak. Ugye, valami felidéződött a múltból. Hát ők már egyszer Gyuri bácsi meg Viktor voltak. Hogy lett ebből stopsoros, bazd meg? Gyuri bácsi, így kell, ahogy egykor. Egyszer megittuk a pertut, baszki. Ne beszéljetek már így, hát ez borzasztó. Jó, én viszont ugye ellentétben veletek, nem ilyen Facebook bejegyzések, nem ilyen Facebook bejegyzésekből készültem, ott voltam a terepen, ugye, és ott voltam a kétfarkú kutyapártnak is a összejövetelén, és ott például egy teljesen jó kis elnöki beszéd hangzott el, mert Kovács Gergely arról beszélt, hogy sikerült-e megállítani a migránsokat, nem sikerült. Ezért be kell fedni az országot, mert akár felülről is érkezhetnek. És a legjobb része ennek az egésznek csak, hogy valami kis demokratikus hangulatot csempészek ide, az a, azt hiszem a 5. kerületi képviselő jelöltjüknek volt a beszéde, ami egy stand-up, gyönyörű stand-up volt, én nagyon imádtam, és ilyenek voltak benne, hogy miért kell megállítani Brüsszelt. Tehát, és mindig kérdezte a közönséget, hogy ki volt az, aki a közepénél kezdte elnyomni a fogkrémet? Brüsszel. Ki felejtette reggel levinni a szemetet? Brüsszel. Ki tette vissza az üres teljes dobozt a hűtőbe? Gyönyörű volt tényleg. Tehát annyira jól szórakoztunk, és arra gondoltam, hogy nem tudom, mi lesz a két farkú kutyapárta. Egyébként ez egy komoly téma valahol, mert valahol nehéz helyzetben vannak, mert most ugye már kezdenek ilyen pártá válni. Nagyon sokan elvárnák tőlük, meg várják tőlük, hogy bejussanak a parlamentbe, de ahhoz nagyon kőkemény politikai munkát kéne, és a többi. De ez az egész hangulat, meg minden, ez valami fantasztikus. Úgyhogy és ráadásul az voltak annyian, mint amennyien voltak az összefogás. Egyébként sok szempontból a jövő esélye. Hát igen, pont ez a csapda benne van, tehát ahhoz, hogy komolyan vehető, hogy én komolyan veszem őket, de hogy komoly politikai erő legyenek, ahhoz olyan, hogy mondjam, kompromisszumokat kell esetleg kötni. Nem biztos, hogy vége. Azért nekik mindig csak azt mondjuk, hogy jó humoruk van. Szerintem, amikor a Gergő még tök egyedül volt Szegeden, az akkor jobb humora volt, de most is azért elég jó humoruk van. Bár én ebben érzek ilyen Márki-Zay ellenes élet egyébként, már ők már azért helyezkednek. Befedni az országot se jobbra, se balra, felfelé, bum, visszapattanunk. Szóval azért az a bizonyos üvegtető, mi? Nem, függetlenül mindettől, én tényleg úgy gondolom, hogy a két farkú kutya morálisan is, és programatikusan is lehet egyfajta olyan kiút, ami nem csak szelep. Mert én mindig látok a feszültség esetén megnyitható szelepeket a politikában és a politikusokban, per pillanat a két farkú kutyát látom egyedül, ami totálisan kimutathat ebből, ha nem kúrják el. Az a helyzet, hogy én ezeket a víziókat, ezektől, amikor ez előkerül, hogy kiút. Visszaemlékszem egy nagyon-nagyon régi kötött fogásra, és azt hiszem, hogy nagyjából egyet is értettünk, igazából csak ezt akartam egyrészt megjegyezni, hogy a két kutya a hallatlan politikai innováció ebben az egész cirkuszban. Nem gondolom, hogy kiút, mert egyik párt se kiút. Meg igazából köszönöm, Sándor. Mit köszönsz? Ne köszönj semmit. Beérett a vetés. De nem tudsz magyarul, az Isten áldjon meg. Meg nem is figyelsz arra, mint a másik. Ne baj, én most kiragadtam egyik ezt a kontextusból. Ezt mondta a Sanyi. Egyik párt sem kiút. Csináltatok neki egy pólót ezzel a felirattal. Csináltassá, jó van. És a következőbe kéretik nem belépni. Várj. Már hova? Igen, pont ezt akartam mondani. Okay. Ez most kinek szólt, Robi? Hát az, hogy nem mindegy kiviseli ezt a pólót. Jó, beszéljünk már. Olyan csúnyán beszélnek, hogy rettenetes, de hát hogy ne beszélnének csúnyán a magyar közszereplők, hogyha plakáton is csúnyán beszélnek. Úgyhogy nem azért beszélünk. Ti láttátok a filmet, ha minden... Jó, tudom, te gyárilag beszélsz csúnyán, Sanyi, igen. Beszéljenek csúnyán, vagy ne beszéljenek igen, csúnyán. Igen. De tudod, ha akkor adják azt a címet, hogy elkurtuk, vállalják, álljanak bele. De mi az, hogy elkurtuk? Baszki! Tudod, akkor adjon neki egy olyan címet, hogy Gyurcsány. Miért nem lett volna elég jó cím? Nem arról szól, igen. Mekkora poén a Gulyás Gergely sajtótájékoztatója, ami telement egyébként, nem tudom, észrevették ezt a mémet, áll a Gulyás Gergely, és végig mögötte nagy totában egy elkurtuk ilyen komplex plakát. Áll ott a Gulyás Gergely, és ott van írásban adva, hogy elkurtuk. Hát ki bazd meg? Hát de, te! Sanyi, de ezt most az összes fideszes politikus elkövetett. Németh Szilárd elment a birkózó csarnokhoz, ott van, hogy már majdnem kész, és ott áll a birkózó csarnok előtt egy ilyen elkurtuk kamion.
Volt egy ilyen húzósabb verzió is, amit valami, nem tudom, tök mindegy milyen megyei fideszes képviselő rakott ki a Facebookra. Elkúrtuk október 21-től. És akkor oda kommenteltem, hogy szerintem már sokkal régebben elkúrtátok. Erre úgy kikúrtam. De így emlékszik a pontos napra. Sőt, tehát nagyon rossz szájízzel mondom, de a Facebookon ennek volt egy zseniális változata. Merkeli Béla volt kirakva, és össze volt montírozva az elkúrtuk plakáttal. Ugye, csak ugye azért nem jó vicc, mert 30 ezer halott van mögötte. Úgyhogy, na, beszéljünk akkor a filmről. Ti láttátok ugye a Jobb és a bal szélén. Én dolgozom, tehát. Igen, én csak elolvastam róla mindent, amit fel lehet lelni, de abból nem idézek, mert az nem a saját gondolatom. Sanyi fog beszélni mindjárt. Beszélj, Sanyi. Csak annyit, de bocsánat, átadom. Hadd kérdezzem meg, hányan látták önök közül? Kérem, tegye fel a kezét. Úristen, hova jöttünk? Ketten? Jó, pedig azt mindenkinek ajánlom, zseniális. Jó, hát azt mondom, Sanyi a feleséget. Hát, jó? Nem? Na. És hányan nyomtak rá az IMDb-n az egyesre, vagy a tízesre? Csak egy. Jó, ott is vannak, jó. Szóval csak annyit így előzetesen, és nem a filmről, csak azt mindenkinek ajánlom, zseniális érzés oda menni a pénztárhoz, és azt mondani, hogy az elkurtukra kérek. Tehát nagyon jó. Egyébként nagyon jó. Ez tényleg így volt, ott álltam a pénztáros előtt, és pedig hát én elég randán beszélek, de olyan zavarba jöttem ettől a... Most oda megyek, és azt mondom, hogy kérek egy... Elkurtuk. Egy embernek káromkodni, amikor százezeknek szoktál. Jó, rendben van. Mit szól az egy ember? De nem is az volt az érdekes, hogy mit szól, hanem akkor abszurdnak éreztem. Na, tehát mikor azért, már bocsánatot kérek, hagyd mondjam azt, hogy amikor így az ember rondán beszél akár, ha úgy tetszik, egy érvelés intenzitásáról van szó. De most oda megyek egy pénztároshoz, akivel nem vagyok se politikai vitában, nem lopta el a feleségemet, nem lopta el a pénzemet, és mondjam neki, hogy kérek két elkurtukat. Hát ez azért, ez nagyon, tényleg, hát, na mindegy. Na és tényleg a, de film, édesek voltak. A film is el van kurva, tényleg? Hát szerintem abszolút. Én mondtam is, hogy egyébként aki láthatatlanban egyes-kettes környékén adott neki, az egyébként ilyen értemben jól tette, miközben én baromi nagy problémának tartom, hogy ha egy, mert azért ez egy súlyos közeleti izévé vált. Amúgy engem baromira érdekel, hogy azok, akik mondjuk ennek a gondolatnak a hívei, azok mit kapnak? Reggelire, ebédre, vacsorára. És azért elmondanám, hogy a pólusban voltunk, az elég nagy teremben, 3-4 ház volt, és amúgy egyébként a végén tapsolt a közönség. Igaz, hogy te... Az az igazság, hogy jó, én menekülőre fogtam, mert iszonyú hosszú volt, borzasztó hosszú volt. Meg hogy megneverjenek, Sanyit, tehát azért... Mit? Ahol tapsolnak az elkurtukra, ott lehet, hogy kinéz neked valami. De várjál, az a, úgy benne, más esetekben is összefügg, de azon gondolkodtam, hogy talán meg kéne vitatni, hogy most minek tapsoltak. Tehát a Gyurcsánynak tapsoltak, a Filnek tapsoltak, vagy annak tapsoltak, hogy ott egyébként meg lehet és érzékel, hát New York, itt van fél Hollywood állandóan megtanulhatták, hogy erőszakot hogyan kell ábrázolni, hogy összeverték az embereket. Amúgy a filmről csak annyit, hogy szerintem megpróbáltam abból a szempontból is nézni, hogy mondjuk művészileg vagy filmileg hogy néz ki. Unalmas, jó látszott, hogy mondom, hogy tanulnak itt a fiúktól, akik itt vannak etyeken. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ugye nagy titokként van előadva, és akkor nem fogok persze végigmenni az összes érdekességen, de nagy titokként van előadva, hogy csak egy példát mondjak, hogy mondjuk a Zoltán utcában és a Nádor utcában a rendőrök ott passzívkodtak. Most az a helyzet, hogy ezt mindenki tudta ebben a városban, nem volt titok. Aznap is, hát a Hír TV-ből is tudta, tehát minden, az a helyzet, benne voltunk azért a sűrejébe, és most nem fogunk titkokat elárulni. Ezt mindenki tudta. Én azt gondolom, és akkor ezzel be is fejezem, hogy nagyjából a film nagyon célzatosan a nagyon fiataloknak szólt, akiknek fogalmuk nincs az egészről, és annak a közönségnek, aki ugyan tudta, meg átélte, meg akár a tévén keresztül látta is, hogy mi történik, vagy akár részese is lehetett, mert onnan sem lehetett nyilván mindent tudni, akiknek úgy nagyjából fogalmuk sincs erről az egészről, ellenben
Ellenben mondjuk az Andrássy úti kivetítő, vagy amit a Pista is mesélt, iszonyúan jól mutat. És ugye miután egyetlen egy cél van, hogy a Robihoz kapcsolódja, hogy Gyurcsányt, összegyurcsányozzák az egész szerencsétlen ellenzéket, és már most már mindenki kommunista, és mindenki erőszaktevő, az ő retorikájuk szerint, önök is, akik itt ülnek, ti is, akik itt ültök, ebbe a helyzetbe fogunk kerülni. Ez a film erről szól, meglehetősen nívótlanul, unalmasan, érdektelenül, nincs benne semmi titok, nem tudtuk meg, hogy mi történt. Egyébként, hát az meg, hogy mondjuk, jó, mondjuk egy régi Gyurcsány, a dokumentumfelvételek nagyon érdekesek, mondjuk a Gyurcsány, az akkori Gyurcsány, tehát nem vagyok mazoista, nem néztem vissza, hogy annak idején mit beszélt, eléggé kidühöngtem magam tőle. Vannak nagyon jó pillanatok, amikor jókat lehet röhögni, hogyha az ember megengedi magának azt a luxust, hogy egy ilyen közegben röhög. Úgyhogy... Én röhögtem. Hát ennyi. Én azért más gondolásul... Egy pillanat, csak egy kérdés. De te nem látod a filmet. Hogy kérdezni akarok. Hogy kezdődött a taps? Egy-két ember elkezdett tapsolni, vagy azonnal ilyen, mint amikor repülőgép nem leszáll? Nem volt vas taps, nem. Az vége volt a film. Szóval nem ilyen beépített tapsoncok kezdtek el tapsolni, és nem aztán hiszem, között... Hát most hogyha itt valaki beépített tapsonc lenne, és most előbb-utóbb valaki elkezdenek tapsolni. Csak szólni kell. Nem, de tényleg az a helyzet, fájdalommal, megszört szívvel tudatom, nekem se esett jól, tapsoltak. Na, ez múlva is egyébként, a repülőgépen sem szoktam érteni, amikor leszáll, hogy tapsolnak, és még lezuhanunk, akkor kifütyülik, vagy mi? Nem, hát akkor rábasztak. Amikor lezuhan, nem tapsolnak. Jelzik, hogy nem basztak. De hogy én azért más gondolok erről a filmről, de mivel senki nem lát rajtunk kívül, nagyjából, így azért... Hát ez mindent jelez, hogy ki tapsol, ugye tapsolnak. Ne spoilerezzük. Aki nem tapsolna, az meg itt ül. Kettő dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a Dobrev Klárát alakító, de nem, ez hülyeség volt, Dobrev Klára megjelenésének harmadik másodpercében teljesen egyértelművé válik, hogy ez a film nagyjából azért jött létre, mert a Fidesz arra készült, hogy Dobrev Klára lesz Orbán Viktor kihívója, és mindent a nyakába kell dünteni. De tényleg borzalmas, tehát elképesztő Dobrev Klára. Nem is tudom, valaki írta, hogy a gonosz császári birodalom a Star Wars-ban, tehát hogy ő maga a császár, de szerintem még annál is durvább. Mindent ő intéz, mindenben ő dönt. Csinált. Hát ilyen abszurdumok vannak, a Pistának mondtam, hogy ugye elő van adva egy kormányülés, egy titkos kormányülés, úgyhogy nincs ott a miniszterelnök, nincs ott a kancellária miniszter, amúgy egyébként négy ember ücsörög. Na most az, amikor a csaj elmenekül az egész parlamenti őrséget. Nem fogják megnézni. Ja, igazából egy dolgot akartam mondani. Egy dolgot. Még én beszéltem, hadd nézzék én már beszéltem, igen, én beszéltem olyan nervfüggő nézőkkel, nem tegnap előtte, mert hát ahogy jöttem, mentem, kapacitáltak, hogy nézzem meg, magamtól is megnéztem volna. Édes volt, hogy mindegyik azt mondta, hogy a Dobrev szál az kamu, és mégis kötelező lenne mindenkinek megnézni, mert itt volt az igazság. Na, egy nagyon pici részletet tényleg csak, hogy én többször röhögtem. Tehát hogy mondtad, hogy nem mondjam el. De azért egy picit én is. Szóval, hogy szerintem a dokumentarista... úgy értem a dokumentaristát, ami a TV Székház ostroma, az nagyon erős például. Az utcai erőszak az is nagyon erős, bár ott olyan ilyen idősík összecsúszások vannak, de mondjuk egy filmnek ennyit elnézünk. Az én ott tényleg hangosan röhögtem, pedig körülöttem nagyon izgatott nyugdíjas nénik és bácsik ücsörögtek, akik minden Dobrev Klára megjelenésnél felcisszentek. De ott muszáj volt, amikor azt látjuk, hogy Szilvási György, az MSZP titkos szolgálatakért felelős minisztere személyesen üldözi a közmédia riporterét Budapest utcáin, majd leszorítja az útról. Tehát, hogy... Villogó autóval. Igen. A titkos szolgálat azt mondja, tegyünk ki kéket. Kíváncsi vagyok, Pista, tényleg volt olyan jelent, ahol a Gubás Gabi, aki ugye Dobrev Klárát játsz, a fekete rúzzsal volt kihúzva? Ő annyira gonosz volt, hogy fekete volt a rúzs. Nem volt ilyen? Ilyenre nem emlékszem, ilyen fekete rúzsra. Csak nem veszed észre. Mondom, nem. De pont elég gonosz volt enélkül is, tehát nem kellett a fekete rúzsra. Elkaptad a szavak ezt a tőgyit. Jól látszik, hogy mindent a gyurcsányozásra fektet fel a kormány propaganda, tehát itt mindenki össze lesz gyurcsányozva, akkor is, ha nem.
az, ahogyan, nem tudom, hogy látta itt a jelenlévők közül valaki az Elment az Öszöd című filmet, ami tulajdonképpen ennek azt a én láttam. Dézsi Zoli. Tulajdonképpen ennek a filmnek a, hát a pilot epizódja, az valami annyira szar volt, hogy az valami elképesztő. Én filmben ilyet még nem láttam. Az annyira szégyen. Kis Vuk második része szerintem. Kis Vuk. Igen, ez a ki, nagyjából a Kis Vuk. Igen, igen. Ja, igen, igen. És az elképesztő, hogy érthető volt, hogy annyira gagyi, hiszen annyira fillérekből készült, és most látjuk, hogy rendesen faszán fel vannak tőkésítve, és ugyanazt a szart képesek lerakni újra. Tudod, nem a pénze, sosem a pénzem múlt. Mit kérdezett a Pesti TV riporterek Államista Gábortól a díszbemutatón? Lesz-e elkurtuk kettő? Te figyelj ide! Csak a Gyurcsányon múlik! De az mi az, ami rendezői? De az a rendezői változat, tudod? A vágatlan. Öcsém, abban benne van minden jelenet. Tehát ott kiderül, az nem tudom. Na most az, ahogyan... Ott ezen agyalok. Mi lehet az? Az, ahogyan a Márki-Zajnak az előválasztási győzelme óta a kormány kommunikáció a Karácsonyt mindenhol lecseréli Márki-Zajra, és ugyanúgy folytatja, mint ahogy a Karácsonnyal. Aki, hát könyörgöm, a Karácsony Gergely az a Gyurcsány Ferencnek a beszédírója volt és tanácsadója volt. Azt én értem, azt a plakátot, amikor a Karácsony Gergely mögött ott áll a Gyurcsány, és így fogja a karját, hogy hát támogatlak mindenben, Gergő. De könyörgöm, hát a Márki-Zay Péter az egy fideszes politikus volt. Nem a Gyurcsánynak a beszédírója. Nem volt fideszes politikus, csak rászavazott. Nem volt politikus? Nem volt fideszes politikus. Csak Fidesz szavazó csak volt. Csak Fidesz szavazó volt. Igen. Hát csak szavazóval. Azért nem mindegy. De egyébként, amit... De nem, egyébként ettől, hogy politikus, egy kiábrándult politikus, akiből ellenzéki vezető lesz, ez nekem ugyanolyan izé, ugyanolyan hiteles népmese, vagy hiteles történet lenne. Minden esetre jól látszik, hogy ez most még csak egy nagyon hirtelen reakció, hogy cseréljük ki a Karácsony Gergely gyorsan a Márki-Zay Péterre. Egyébként ez lehet az Elkurtuk 2, vagy az Elkurtuk 2.1. Tehát kiretusálják Dobrev Klárát, beretusálják Márki-Zay Pétert, és megvan oldva. Ez a gyógycsányterv. Hát is ez történt a plakátokkal. Sőt, ráadásul azért egy nagyon muris dolog ezen a plakátok, hogy ilyen leszedik a Karácsonyt, fölrakják a Márki-Zayt, majd közlik, hogy 1.300.000-en írták már alá a Stop Gyurcsány, Stop Márki-Zay petíció. Igen, na most ennek 1 millió, akárhogy is kérdezik, fogják... az ugye nem ezt írta alá, tehát így azért az aláírás fölött megváltoztatni a szöveget. De nem, mint a bármi lényeges lenne ebben. Én azt gondolom, hogy erre a kommunikációs krízisre, mert most egy hatalmas kommunikációs krízisben van a Fidesz, mert az, hogy ők most lecserélik a Karácsonyt Márki-Zayra, ez nem megoldás. Nyilvánvalóan nem megoldás. Nyilvánvalóan benne kell maradni, hogyha ők elkezdtek valamit, elkezdtek egy tánclépést, abban benne kell maradni, mert nem szabad gyengeséget mutatni, erőt kell mutatni a politikában mindig. Ezek a politikusok így működnek, és ezért aztán csak az erőből értenek. De ezt hosszabb távon nem lehet, ezzel így nem lehet megoldani. Teljesen nyilvánvaló, hogy egyetlen megoldása van ennek a helyzetnek, mert ezt a G-Fodor Gáboroknak, meg a Rogán Antaloknak a kreativitásából nem lehet megoldani, ha Bony Árpádot vissza kell hívni. Itt nem lesz, erre nincsen, és én nem látok bele Orbán Viktor kártyalapjaiba, de nagyon csodálkoznék, hogyha bármi olyan lap lenne a kezében, ami ezt felülírja. Itt a Habony Árpádon kívül ki az, aki erre a helyzetre, ebben a szituációban, itt és most bármit válaszolni. De őt már nem fogják visszajönni. Miért nem? Ez tudod? Hát sejtem, azért, mert a Rogán Antal annyira erős figura lett, hogy a Rogán Antal nem engedheti meg magának, hogy bármilyen icipicit is botoljon. Igen, a Rogán Antal érdekei Orbán Viktor szemében talán nem előzik meg az ő saját hatalmi érdekeit. Hát, hogy a Rogán, én egyébként értem ezt, csak tudod, a Rogán Antalnak a kreativitása az egy korlátos dolog. Ez most kevés lesz. De ezt úgy adják elő, hogy ez pontosan elég, sőt. Tehát azért hivatkozok a Pesti TV-re, mert a Pesti TV ugye Rogán Antalnak a szerelem gyerek kvázi. Ugye van ez a bizonyos hiba határ nevű jelenség a nézettségi mérésekben, és ez ugye bekavar a Pesti TV-nél, mert nehéz eldönteni, hogy melyik, ugye? A határral együtt a mínuszos tartományban vannak. De azért megy, és azért hosszabbítják meg Bicskéig a Pesti TV-t, mert Rogán Antal nem veszíthet
a presztízséből a párton belül. Tehát akkor a végtelenségig fog menni ez a történet. Ugyan, igen, de Orbán Viktor ehhez asszisztálni fog, hogy Rogán Antal presztízsére rámenjen az uralma? Igen, mert Orbán Viktor jó miniszterelnök, csak rosszak a tanácsadói. Az a helyzet, hogy az ember egy idő után tud a saját ideológiájának, meg demagógiájának, meg marketingjének a rabjává válni. Én másképp gondolom ma egyébként, ezt az Orbán föl is mondta, nem, egyre vadabbul fognak kommunistázni. Az, amit most itt előadtam, ez nem valamiféle prognózis volt, hanem egyébként tessék megnézni az Orbán beszédet, ott van a válasz. Amúgy, hogy én is egy kicsit anekdotáznak, ha úgy tetszik, még ilyen titkos információkat is mondjuk, nagyon érdekes volt, amit arról úgy mondott, elment az Összöt című filmről, hogy egyébként iszonyú sok pénzből is lehet szarfilmet csinálni, hát a Dézsi a világ egyik legtehetségtelenebb és legbutább embere. Én rendezőben még ilyen sekhülyét életemben nem láttam. És nem lett sokkal jobb. Na ne nézzél már rá. Ez az egyik dolog. Jó van, Sanyi, majd utána elmondod. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ez nem habony, nem habony kérdés. A habony ilyen szempontból misztifikálva volt, amikor még már akkor is misztifikálva volt, amikor a Finkelstein még itt volt. És ha van csőd, akkor az, és ez nem Orbán, meg habony kérdés ilyen szempontból, tényleg nincs innováció ebben a propagandában. Ez a propaganda ma már, itt a mi kis hazánkban, abból él, hogy ennek a szövegnek lelkes hívei vannak millió számra. Olyan emberek, akik egyébként, ha úgy tetszik, a személyes inkompetenciájukat abban élik ki, hogy itt van egy baszott erős főnök, és ez én vagyok. Nem akarok tovább menni ebben a pszichológizálásban, mi vagyunk. Ezt fogják nyomni. Ez nem Rogán, nem a Pesti TV-nek az a szar, hogy az Orbán sokkal tehetségesebben nyomja azt, amit ők nyomnak. Elég rákattintani Orbánra, vagy Orbán szöveget nézni, vagy elmenni egy ilyen gyűlésebből, hetekig lehet élni. Hónapokig lehet élni, nem kell lehet Pesti TV, ehhez megnézem én nem tudom, ezeket a TV2-ben, az RTL-en ezeket a szarokat este, amit a Zobi is annyira szeret. A Pesti TV egy kicsit olyan, meg ez az egész ilyen rogáni szekunder propaganda brigádok, mint a szocializmusban voltak a reklámok. Tehát elvileg a szocializmusra tökre nem volt szükség reklámokra, hogy cipőt a cipőboltból, mert hát úgyis a cipőboltba vette az ember. Most nem a 80-as évekre gondolok. És egy kicsit ugyanez van. Tehát ez egy ilyen meglehetősen ideológia pótlékilag zárt, propagandára alapozott, ahol felállnak a propagandafilmre, és megtapsolják maguktól az emberek. Tehát lehet, hogy itt nem kell olyan marha nagy innováció, de amikor egy picit is változás van, akkor ez elkezd billegni. Akkor tényleg nem elég ez ilyen sufni-tuning propagandaműhely, meg marketingműhely, hanem ott valami másra van szükség, és engem elborzaszt, mindig elborzaszt egyébként, hogy a politika hogy vált marketingé, nem mostanában és nem csak itt. És nem tudom, hányan olvasták, a Népszaván is, 444-en is jött szerintem, a Márki-Zay Péter marketingesével, most elfelejtettem a nevét, talán valami Ákos az interjút. Ijesztő volt, mert a fickó valamilyen szinten profi, valamilyen szinten ugyanaz, valamilyen szinten az érződött rajta egyébként, hogy ő annyira büszke most erre az új politikai termékre, hogy szinte ezt egy ilyen referenciaként bárkinek árulja, úgyhogy innen akár be is jöhetne a dolog, nem Habony Árpádot kell feltétlenül visszahozni. Itt van egy szabad gyök fickó, valószínűleg bármikor megbízható. Nem biztos, hogy megbízható egyébként, nem akarok rossz indulatú lenni, de azok a marketing stratégiák, amiket leírt, az, hogy hogyan építik fel a terméket, az, hogy a termék hogy működik, hogy kell elbírni egyébként azzal, hogyha a termék mögött esetleg egy önjáró ember van, már olyan értelemben, hogy gondolkodó ember, és akkor ezt marketinggel hogy lehet kiküszöbölni, hogy lehet eladni a dolgot. Hogy lehet például, amikor elmondja azt, hogy hát igen, ez egy erős és veszélyes üzenet volt, de bejött a Márki-Zay folyamatos buzizására, az engem megdöbbent, és ugyanakkor meg hát úgy érzem, hogy csereszabatos. Tehát vannak Habony Árpádok, vannak Finkelsteinek. Finkelstein is csereszabatos volt, bárki felbérelette volna. Vannak Romweberek. Ez egy szakma. Ő találta ki újra. Mert ezt már régebben is kitalálták. Hát Cicero is kitalálta. Hozta Amerikából, hát ő már Amerikában előtte ezt a gyűlöletkampányt csinálta. Hát Amerikában, ezt Goebbels is hozta, meg hozták itt mások. Goebbels az innovátor volt. El kell, hogy mondjam, Katilina nem volt egy rossz csávó. Ha elolvassuk a római történelmet, Katilina nem volt egy rossz csávó.
azért amennyire emlékszünk rá, az a Cicero beszéd. Tehát föl volt ez már találva rendesen. Cicero önmarketingje, jó, neki még nem volt rá stábja. Na, Péter, itt összeértek egyébként Robival, bocsi, és megszólítalak, és pont majd úgy is tudsz rá reagálni, hogy de akkor mit vártok? Hát most akkor mi van? Persze, hát ilyen lett a világ. Hát ilyen népmesékre várnak az emberek, meg vannak, akik írják ezeket a népmeséket. Csak mondjuk a népmesének lehet egy pozitív hőse, meg lehet egy negatív hőse is, nem? Rogán Antal nem tud népmesét írni. Finkelstein tud népmesét írni, meg a Habony Árpád tud népmesét írni, szóval, hogy ehhez marketing kreatívnak kell lenni. Tehát nem elég hatalomvágyónak és gátlástalannak lenni, meg szociopatának lenni, nem árt. Azt mondjuk jó, van, nem igen. Árt, de ez azért kevés hozzá, kell némi kreativitás. Én ezért gyurcsányozok folyamatosan telepofával, mert ez az ellenszérum. Ezek mindenkit összegyurcsányoznak. Ja, azt hittem azért, mert szociopata vagy. Nem azért. A gyurcsányozást nem azért csinálom. Jobbikény a pörzsének van. Jobbikény a Sándor. Azért gyurcsányozok folyamatosan, mert ezek, ha rajtuk múlik, engem is összekennek a gyurcsánnyal. Ezért én, és nem egyébként nem csak ezért, hanem azért, mert az ők a... Hátad mögött a Feri... Szóval, az guri. Mindig ott van. Szóval arról van szó, hogy a Márki-Zay Péternek a következő fél év folyamatos politikai küzdelme a Gyurcsánnyal, ha jól csinálja, ebben fog kamatozni. Hogy nem fog megállni az a narratíva, hogy ő a Gyurcsány, hogy ő maga a Gyurcsány, hogy ő a Gyurcsány kirakat embere. Ez a narratíva, ez egyszerűen le fog esni róla. És ezért nagyon is fontos, és nagyon is jó az a folyamat. A következő fél évnek ez lesz a története. Hogy a Gyurcsány gyűri maga alá a Márki-Zay Pétert, vagy a Márki-Zay Péter gyűri maga alá a Gyurcsányt. A Gyurcsány mögött áll egy hatalmas és nagyon jól szervezett pártstruktúra, rengeteg talpassal. A Márki-Zay Péter mögött meg ott áll a felgerjedett centrumnak és az ahhoz csatlakozott networknek, mert most itt a network, a balliberális network és a közép politikai erői most egyesültek Gyurcsány ellen. Ez így van. Ennek a felhajtó ereje, tehát a Márki-Zay Péter bármikor megszervezheti önmaga mögé azt a sokaságot, azt a társadalmi támogatást, ami őt... most éppen miniszterelnök jelölté emelte. Hát én azt hiszem, hogy ők mindent fognak követni annak érdekében, hogy összegyurcsányozzanak mindenkit, de ez egy hazug narratíva. Létezett, mindig is létezett, nagyon úgy tűnik, mind a 30 év alatt létezett egy törésvonal a baloldali, akkor így mondom, hogy a baloldal és a liberális oldal között, amit a Horn Gyula tudott kezelni, át tudott hidalni, amit a Gyurcsány a Kóka Jánossal való szövetségében le tudott uralni, és a legújabb időkben a Karácsony Gergely személye szolgált arra, hogy ezt a törésvonalat elfedje. A konszenzuális jelölt. Na most a konszenzuális jelölt hátralépésével ez a törésvonal a balliberális network és a hát a posztkommunista nomenklatúra között feltárult ez a törésvonal. És most az Orbánnak a következő fél éves kommunikációja arról fog szólni, hogy ezt a törésvonalat elhazudja. Minden áron elhazudja. És hát pedig hazugság. Mert igenis van különbség. Mert én aztán eléggé utálom akár a jelen állapotában a Jobbikot, akár a jelen állapotában a Momentumot, de nem tudom olyan mértékben utálni vagy megvetni őket, mint a DK-t vagy a Fideszt. Azért itt van különbség, ezt nem kéne eltagadni. Egyébként itt még egy fontos szereplővel, hogy megcsináljam, vagy felvezessem az Elkúrtuk kettőt, ha már. Nagyon nagy kérdés, mert halálkomolyan mondom, hogy Dobrev Klára ebben a meccsben hova fog állni? Nem viccelek, elég jól látható egyébként. Most
nem egyszerűen intellektuális kérdés, ez végül is hatalmi kérdés, úgyhogy eléggé fontos kérdés, hogy egyrészt másképp kommunikál, meg másképp is navigálja ezt az egész dolgot, vagy próbálja megterelni Dobrev Klára, mint a Gyurcsány. Amúgy, hogy az elejéhez visszatérjek, amit a Robi mondott, Gyurcsány szerintem, ha már, ezt nem jó kedvéből írta ezt a reggelit, és nem azért, mert be volt baszva. Nem, mert le van baszva. Tehát az a folyamat elkezdődött, amit nagyon régen hiányolunk, nem ismert föl semmit, ezt kényszerűségből adta elő, nem azért csinálja, mert ha felismerte volna, akkor most el is tűnt volna a levesbe. Már 15 év után szóval végképp időszerű lenne, de arra, amit a Robi ide idézett, erre most is a szükség, ezek ilyenek, a szociopaták ilyenek, a szükség, a kényszer vitte rá. A kényszer. És ebben benne van valamilyen szinten a Klára is. Egyébként szerintem már régebben látszik, hogy átvette a hatalmat. Ezzel szemben lesz csak a közmédiának 130 milliárd forintja a jövő évben, hogy mindez, amiről itt mi beszélünk, azt ők legyűrjék. Ez is egy jó téma lenne, de már nincs rá idő. Úgyhogy még, erről még egyébként csak... mit tudnánk beszélni? Igen, önmagáért beszél. De én azt gondolom, hogy akármennyi pénzt tölhetnek bele, hogyha nincs népmeséjük, ami hihető. Mert ez a Márki-Zay mögött álló Gyurcsány, aki így fogja a karját, így a karjánál fogva is így támogatja. Ez nem egy hihető népmese. Van, és amíg nincs egy hihető népmeséjük, addig akármennyi pénzt beleölhetnek, azt a pénzt csak elégetik. Ez azért nem teljesen igaz, mert hogyha mondjuk Jack Nicholson lenne a következő Elkurtuk 2-ben, a Gyurcsány Ferenc, akkor beülnék a moziba. Én is megnézném. Meg hát, hogy lelolszam egy kicsit a kedélyeket. Robi, nem tudom túl, de fejből a számokat, szerintem ilyen 2 millió 300 ezer embert kell csak a mesével elkábítani, és az már elég. Az meg azért, legyünk őszinték, ezzel a média birodalommal és ezzel a 130 milliárd forintnyi fegyverrel, azért nem annyira nehéz, hát sikerült négyszer is már, tudod, vagy háromszor. Mozgósítani kell őket, tehát itt már senki nem győz meg senkit, itt egyetlen fideszes nem lesz meggyőzve az ellenzékről, és egyetlen ellenzéki nem lesz a Fideszről. Mozgósítani kell, na most mivel kéne mozgósítani ezt a mennyiségű embert? Mert nagyon magas részvételre készülünk, hát meg lehet, hogy 75%-os részvételt is el fogja érni, eddig 72 volt a 2002-es csúcs. Én el tudom képzelni, hogy 75%-ig fölmegy a részvétel. Most ilyen mennyiségű embert kéne megszervezni és mozgósítani arra hivatkozva, hogy most együtt kell mozdulnunk annyian, mint még soha, mert jön Márki-Zay Péter. Tudod? Hát nem egyszerű feladat. Nem menjünk már így el, mert itt azért tényleg megjelent egy új erőforrás, ha már a Robi szóba hozta, és abszolút egyetért már a Márki-Zay effektus. Ne feledkezzünk el arról, hogy bár rémisztően sokan voltak ezen az összejövetelen, amit az Orbán csinált, de ezt úgy komolyan mondom, most nyilván hosszas igazolásban nem akarok belemenni, az, hogy ezt az előválasztást megcsinálták, akik megcsinálták, az olyan mérhetetlenül sokkal többet jelent az én meggyőződésem szerint, egyrészt a politikai innováció szempontjából, és az összes bajával, meg izével, most ebben ne menjünk bele, egyszerűen az a sok tízezer ember, meg akik elindultak, meg az újak, akik nem vettek részt, nem ragozom, mindenki tudja, de ennek a súlyát akarom csak aláhúzni 28-szor, főleg így a beszélgetés végén, hogy azért abban a szempontból, meg egyáltalán nem reménytelen, hogy azért legalább, és még az ideológiai és politikai nehézség, meg hogy az ancien rezsim túlér, meg ki faszommal fog kilepaktálni, hogy legalább időnként rúgjuk már segbe az aktuális hatalmat. Tehát igazából most ennek a dolognak ez a tétje, és nem biztos, hogy most lelkesítőnek tűnik, nem várok én csodát attól, hogyha ez az ellenzéki koalíció fog nyerni. Nem, tehát csodákat, mi magyarok azért nem fogunk megváltozni egyik napról a másikra, de legalább legyen fészkelje be a tudatunkba, meg néhány pszichopatának a tudatába, hogy egyébként segbe lesz rúgva. És persze nem lesz mindenki segbe rúgva. És amire még érdemes emlékeztetni magunkat Gyurcsánnyal kapcsolatban, mert nincs megszólalás Gyurcsány nélkül. Páratlan fordulat!
Rám a Feri mindig számíthat. Hogy minek köszönheti ő azt, hogy a network cserben hagyta. Mert az a pillanat, amikor Závetz Tibor meg Hann Endre a Márki-Zay Pétert hozta ki második helyre a Karácsony Gergellyel szemben, az egy selyem zsinór volt Karácsony Gergelynek. A liberális network szívéből jött egy üzenet, hogy itt és most ez a network a Márki-Zay Péter mögé fog beállni. Mi vitte őket erre, és nekem meggyőződésem, hogy a Gyurcsánynak a Jobbikkal való szövetkezése, az, hogy a Gyurcsány megkerülve a kvázi szövetségeseit közvetlenül paktált le a Jobbikkal. És ott szerintem a liberális network ott kapott a fejéhez, hogy hoppá, ez a szociopátiás élmény, hoppá, itt valakinek semmi nem számít, csak a hatalom, és semmi másban nem hisz, csak a prolidűben. És hogy ezzel szemben a Jakab Péter és a Gyurcsány Ferenc szövetségével szemben kellett létrehozni a liberális network és a centrum szövetségét, amely le tudta győzni a Gyurcsányék és a Jakabéknak a szövetségét. És én azt gondolom, hogy a Gyurcsány már megint nemtelenül hátba döfte a saját szövetségeseit, és hát ez lett most részlegesen a veszte. Mi meg itt Csintalan Sándorral kivételesen összeröhögtünk a két célről, mert hogy úgy tűnik, hogy Robi írta az Elkurtuknak a forgatókönyvét. De komolyan, egy monológ, Robi. Minden fillért átutaltak. Nem, csak részben spoiler, hogy van benne egy monológ, egy hosszú-hosszú monológ az egyébként a közvélemény által Hann Endrének tulajdonított személytől, aki felmondta ezt a dubát, pont Robi. Vagy egy. Jó, igen, hát egy nyilván egy. Nem Jobbik, hát jó, hát Isten király vagy, tudjuk. Tapsoljuk meg a Robi. Annyit csak még a filmből, hogy... Mert most nem akarok már csak... Pont, Pista, pont, te már ültél az én helyemen párszor, tudod milyen ez? Igen, azért vagyok ilyen kis gé. Hogy van ez, amikor a közvélemény kutató, a nagy tudású közvélemény kutató elmagyarázza a kis tanoncnak, hogy is kell eladni egy szarpártot jól. És akkor olyan volt, hogy a Fideszről beszélne. Gyönyörű volt az egész. És így szélesen vigyorogva körbenéztem, ugye? És rájöttem, hogy ez egy mozi, ahol sötét van. De hogy a másik pedig, hogy a közmédia, hogy csak annyit, jó? Hogy milyen is a hangulat a közmédiában? Ugye én 3 évig voltam a Magyar Távirati Iroda főszerkesztője. Hogy amikor a Kunigunda útján kaptam irodát, akkor eleinte ott az ember mindig eltéved, mert ez egy ilyen nagyon rideg, nagyon modern, nagyon egyforma folyosókból is iroda rekeszekből álló létesítmény, úgyhogy nagyon nehéz megtalálni a helyedet. Visszapattantam az ajtóról. Amúgy se könnyű. Nem, én mentem, kerestem az irodámat, és akkor jött szembe egy másik főszerkesztő kollega, és akkor szavasz, hello, igen, te is, igen is. Jó. Nem találtam meg, mentem tovább, másik emelet, megint jön ugyanaz a fickó szembe. Ez Kafka, ezt olvastam. De akkor majd nincs ez a íz, hogy kész fel, csak ez a jó, le, akkor biztos az első van, és megint jött ugyanaz a csávó, és ez a, így próbáltam ilyen, és rám nézett, és azt mondta, mit tudsz? Szerintem ez itt nagyjából elmondja, hogy milyen is a közmédia. Én azt tudom, hogy ennek a műsornak a vége elérkezett. Iszonyúan csalódnék benne, ha valakibe beleszorult volna a szó. Remélem, hogy nem. Robi még Gyurcsány Ferencről szeretne mondani néhány gondolat. Robi már emeli a mikrofont. A Gyurcsányról. Hát köszönöm még egyszer, hogy megtiszteltek minket, és akkor a jövő héten már majd a stúdióból találkozunk. Köszönjük szépen.